Kis Podcast. Hírek helyben azonnal. Sok szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, engem Lappincs Leventének hívnak, és a mai vendégem Buborék Károly, a Győri Nemzeti Színház zenésze, harsonása, a Trio Márkátó Zenekar alapító tagja, aki amúgy zenetanár is. Szia Károly! Szia Levente, köszöntöm a rádióhallgatókat! Nagyon örülünk, hogy időt tudtál ránk szakítani. Az első kérdésem pedig Adja magát, hogy zenés családba születtél, vagy vagy mi visz az embert egy zenei pályára, komoly zenésznek ráadásul. Először is köszönöm szépen a megkívást. Az én családomban uh, zenei kötődés apai anyai ágon nem volt. A nagyszülő, nagyszülő részről a déli papám volt uh, uh, kórustag, volt hegedűje, talán hegedült is. Sajnos én őt nem ismertem mert uh, körülbelül három éves volt, amikor elhunyt. de ez a zenei véna úgy gondolom, hogy tőle ered. És uh, a családban más uh, nem játszott hangszeren, nem is énekelt, aztán kicsit később uh, már az általános iskola alsó utakozatában uh, ismerkedtem meg a zenével komolyabban. És egyből a harsona lett a szerelem, hiszen te azon játszol elsődlegesen. Így van, harsonán játszom, de amíg eljutottam a harsonázásig, sokféle hangszert kipróbáltam. Fél évet uh, tanultam furuján, kicsit későn uh, iratkoztam be a zenéiskolában, mert uh, lecsúsztam a, a beiratkozásról, és emlékszem, hogy toporzékoltam otthon nagymamámnak, hogy én már pedig zenére szeretnék járni, és hogy nekem én ezt nagyon szeretném. És nagyon elintézte, beiratkoztam. Fél év furulja után uh, lehetett választani másik hangszert, és a részfúros hangszerek úgy szimpatikusak voltak. A trombita volt a szívem vágya. Megpróbáltuk a trombitával, de sajnos egy darabig nem, nem, nem ment jól, és a tenorkürtöt, ami egy sokkal nagyobb hangszer, nagyobb fúvókával rendelkező hangszer, erre váltottam át. Majd úgy döntöttem, hogy zenei pályára szeretnék menni. Ez a tanárom Juhász Csaba, a trombita tanár, Példa, példamutató magatartása miatt volt, mert nagyon felnéztem rá. Aztán hát jelentkezni kéne valami zeművészeti iskolába, Győrben a Richter János Zeművészeti Szakiskolába jelentkeztem, ahol felvettek, de azt ajánlották, hogy menjek át egy másik hangszerre, mert oké, okay, trombit állsz, de de hosszú távon inkább egy nagyobb hangszerrel, nagyobb fúgókájú hangszere, a harsonával. Ez miért volt egyébként, tehát tüdőkapacitás, vagy valami technikai dolog? Nem, ez anatómiai dolog, a szájomnak a vastagsága, hogy nem fér bele abba a kis pici fúvókába, és amiatt a magas hangok nem mentek. Egy darabig ment, de aztán utána már erőködés volt. És, a, és a, a, zene, a konzis trombita tanár úr ajánlására mentem át hasonára, és 14 évesen körülbelül nulláról kezdtem el, egy tudtam eljátszani, ennyi volt az összes tudományom, és akkor onnan kezdtem el e, tanulni, és e, öt év konzi után e, győrbe a Széchenyi István Egyetem Morgati Borzani műszeti szakára kerültem, ahol a bacsador és a master tanulmányomat végeztem. akkor tulajdonképpen ez egy jó csere volt, és szerencsésen alakult. Igen, hála Istennek bejött a számítás, bár kezdetek kezdetén Furcsán álltam a dologhoz, hogy harsona, de az volt bennem, hogy zenész szeretnék lenni minden áron, és ezzel szeretnék foglalkozni, és adtam egy próbát. Ö, milyen zenészek vagy, vagy együttesek voltak rá hatással, akik erre a pályára tereltek? Hát először is ugye a zeneiskolai tanárom Csaba, akit már említettem, ö, neki a profizmusa, a zenei tehetsége nagyon ö, példaértékű volt, illetve a, konzervatóriumban nagyon sok ilyen jazz felvételt hallgattam. A tanárom Avarantal, aki magnókazattákon hozott ilyen régi Tommy Dorsey, Ella Fitzgerald felvételeket, és ezeket átmásoltam, hallgattam, és ez engem inspirált, hogy jobb zenész legyek. Érdekes, hogy nem a komoly zene volt kezdetben annyira nagy hatással rám. Ezt mindig meg akartam kérdezni egy komoly zenésztől, hogy ti komoly zenészek valamilyen szinten, sőt, abszolút a piramis csúcsa helyezkedtek el az elébe. Hallgattok ti már zenét? Mondjuk bekapcsoljátok a retro rádiót, vagy nem tudom, valamit? Így van. Én, én egyébként minden evő vagyok, hogy így mondjam, mert nagyon sok műfajt szeretek hallgatni, hangulatomtól függően nyilván. Például a postmodern jukeboxot is szoktam hallgatni, nem tudom, hogy ismered, őket ismered-e. Ők ilyen Ilyen mai pop-rock slágereket, például a Metalikától, meg ö, mindenféle. Szerintem YouTube-on lehet velük találkozni. Igen, és az az érdekességük, hogy ők ilyen 20-as-30-as swing átiratokat csinálnak, kiraknak egy ilyen step deszkát, és akkor a steppelnek mellette, és ö, ilyen big bandes felállásban egy egyes húvósokkal tehát harsona, egy trombita, egy harsona, egy szakszofon, és nagyon jó énekesekkel, ilyen, ilyen, ilyen ö, mély mélyhangú blues énekes Uh, játszanak. Volt már szerencsém két koncertjükre is elmenni. Nagyon nagy élmény volt. De mellettük még, uh, nagyon szeretem Michael Jackson például, Steve wonder -t. van egy érdekes zenekar a Pomplamoose, akik hasonló uh, átiratokat készítenek, mint ez a Postmodern Jukebox, csak egy kicsit más felállásban. Csíkkóra egy nagyon híres jazz zongorista, sajnos már ő nem él. Hiromi, Dave Wackle, de akár a populárisabb zenekarok közül Earth, Finan, Fire, amit nagyon szívesen hallgatok, valamikor scorpions is, János K. Ensemble. scorpions legalább találtunk most egy közös keresztmetszetet, tehát ők szerintem minden, mindenkinek legalább valamilyen szinten ott vannak a szívébe. Örülök neki, mert nekik van egy ilyen, volt egy projektjük, azt hiszem a Berlini Filmikus zenekarra, amikor szimfonikus sokkal játszottak, és az nekem az az a az a hangzás, amit megcsináltak. Egyébként ez egy érdekes dolog, hogy nagyon sok könnyű zenei előadó, amikor már a pályája csúcsára elér, akkor sokszor nyúl a nagyzenekarok irányába, és nagyon jók is közös dolgok tudnak születni. A szécsény után kerültél Németországba? Így van, a Széchenyi Egyetem után öm, úgy gondoltam, hogy még van bennem annyi öm, erő vagy tehetség, hogy egy művészmaster megpróbáljak, és ö, Dresdára esett a választásom. Azért Dresdára, mert ö, mikor fiatalabb voltam, turnéztunk Németországban, illetve egy ö, iskolai kirándulás alkalmával is eljutottam ebbe a szép városba, és nagyon tetszett. Ez volt egy kicsit olyan háttér ö, története a dolognak. A másik dolog pedig az, hogy a YouTube-on nagyon sok. Ö, a zenét hallgattam már akkoriban is, és volt a, ennek a főiskolának, ennek a Dresdai főiskolának egy ilyen harsonás felvétele, több is, és láttam, hogy milyen nagy élet van ott, és nagyon szimpatikusak voltak, meg jó zenéket játszottak, meg tényleg látszott, hogy sokan vannak ott. És felvettem a kapcsolatot a kinti tanárról, a professzor Olaf Krumferrel, Isten és nagyon-nagyon kedves volt, voltam nála többször meghallgatáson, intézett szállást, egyik növendékén tudtam aludni, és szakmailag nagyon jó kijöttünk, ez volt a legfontosabb. És akkor beadtam a felvételit. Én egyébként közben Móricidán tanítottam furuját abban az időszakban, a tanulmányaim utolsó évében, Győrben, Győri tanulmányaim, és megpróbáltam, és felvettek, és ott két nagyon jó évet töltöttem. És hogyha jól tudom, akkor nagyon sok gyönyörű országba is eljutottatok az ottani zenekarral. Így van. Rögtön, a, ahogy kikerültem augusztusba, jött egy hakni lehetőség, hogy így mondjam. Törökországba kerestek egy, egy, zenekarba egy zenészt, a berlini, berlini zenekar volt, és megbeszéltük a próbákat, meg hogy akkor hogyan jutok ki Törökországba. Nagyon érdekes volt, mert, mert útlevelet is kellett csináltatnom, nekem nem volt útlevelem, és nem tudtam hazajönni, hogy itthon megcsináltassam, hanem ott kint a magyar konzulátuson Berlinbe kellett mennem, tehát mindent magamnak kellett intéznem. A próbákról is, hogy hogyan jutok el telekocsival, vagy vonattal, vagy nem tudom. És ez nagyon érdekes volt, és izgalmas, és még azért volt izgalmas, mert amikor elindultunk, Törökországban, azon a héten ötször kellett repülni, és még soha nem ültem repülőn. És otthoniak nagyon törték a kezüket, hogy jó, hogy mi lesz fel egy gyerek, és szerencsére nem történt semmi baj, de nagyon szép koncerteket adtunk. Ankarában, Izmirben és Isztambulban is játszottunk. Egy nagyon jó élmény volt, kinyílt a világ. Számomra egy kicsit furcsa, hogy mondjuk a törökök szeretik a fúvó zenét, hiszen hogyha legalábbis nekem, hogyha azt mondja valaki, hogy Törökország, akkor akkor ez a jellegzetes népzenék ugrik be inkább. Szinfonikus zenekar volt, szinfonikus. Uh -huh. És ö, ők is levők ezekre a komolyabb zenékre. De hát a világon török karmester sokat. volt velünk, török karmester, és játszottunk török darabot is, tehát ilyen népzenei darabot is, úgyhogy emiatt is volt népszerűség akkor lehet, hogy tényleg ez is közrejátszott. De ugye nem csak Törökországba jutottatok el, hanem igazából a világ minden pontjára. Nagyon sok felé ja. sikerült, hál' a zenével eljutni, például Izraelbe is. Ott egy németországi amatőr arra mentünk ki. Bámulatos volt, komolyan egy másik világ volt számomra. Az is érdekes volt, mert nem a zenekarral utaztam, kicsit későn döntöttem el, hogy akkor megyek, és akkor már nem volt hely a repülőjükön, hanem egy külön repülőbe kellett mennem, és akkor az úgy volt, hogy... Utazásokkal mindig meggyűlt a bajod akkor ezek. Igen, szépen. igen. Úgy volt, hogy Berlinből Prágába kellett eljutnom, és akkor Prágába átszállni, és akkor ott külön. És akkor Tel Avivba kikérdeztek, hogy miért jöttél, hogy jöttél, stb. És ugye Jeruzsálembe is eljutottunk, és uh, a Palesztinába is átmentünk, viszont visszafele nem szabadott elmondani, hogy voltunk ott is, mert akkor kicsit hosszú lett volna a visszafele út de nagyon jó élmény volt az is, ott látni ezt a szép világot, érdekes világot. Ö, mennyiben más a hozzáállása mondjuk a németeknek a komoly zenéhez? Mert azért hát, itt, hogyha Magyarországot, vagy magyar viszonylatokat nézzük, akkor szerintem nagyon kevesen tudnak belőle úgy tisztességesen megélni. A németek nagyon precizek, nagyon profik, amit csinálnak, a magyarok is egyébként, de talán a németekre ez a precizitás jobban jellemző, és még az, hogy az életszínvonal az magasabb, a több pénz jut a kultúrára, mint itthon. Itthon azért szerintem nehezebb elhelyezkedni, hogyha az ember mondjuk nem Budapesten él, hanem vidéken, tehát akkor minden a Ben is megvan a Budapest központuság. Így van. Mindenféle haknit ugye el, kell, el kell, el kell vállalni a zenészeknek. Ugye a tanítás, ugye sok zenekar sok nekem dolgozó kollégám velem együtt tanít mellette, mert ugye több lábon kell állni, és hogyha vannak ilyen hakni lehetőségek, koncert lehetőségek, akkor, akkor ezeket kihasználjuk. Hát ez te, csak természetes, tehát ez mindenképpen értető. Ugye említetted most, hogy tanítasz is, van utánpótlás? Tehát a mai gyerekekben van igény, hogy megtanuljanak jól játszani egy hangszerem? Úgy gondolom, hogy van, igen. Ez hozzá tartozik a, a közösség is, mert uh, én Téten és Monszenikusan tanítok. Ugye Téten ott már egy nagy hagyománya van a, a fuhozenélésnek, és a, akik régen voltak uh, kiszenekarosok, és már felnőttek, és családjuk van, ők ugye az utánpótlást uh, hozzák a, a zenekarba, és uh, tényleg már 45, 45 plusz éve ez működik. Moson Szem Miklóson ott is működik egy zenekar, ott azért kisebb a, a, az iskola, viszont ők is lelkesek és csinálják, úgyhogy jó dolog velük foglalkozni. Igen, egyébként nagy, bevallom, hogy nagyon-nagyon rövid ideig én is kacérkodtam pont a tétieknél a zenével, de rájöttem, hogy nekem semmi önfegyelmem nincsen hozzá, úgyhogy, úgyhogy ez egy talán 9 vagy vagy 10 évesen az hogy abba is maradt, és Talán. Szerintem nem kell, hogy sajnáld. mert... Milyen hangszerem? Hát én trombit tehát... Na, tök jó. Az, volt a, az volt, a maximum, de egyébként nem voltam tehetséges. Csak ugye így visszagondol, vagy furcsa, hogy hogy a zenéhez kell egy, tényleg egy komoly önfegyelem, és hogy a, a, a mai gyerekeket meg lehet -e erre tanítani, vagy maga a zene tanítja meg őket arra, hogy, hogy igenis most le kell ülni, gyakorolni. Mert én mondjuk azt nem szerettem. Szerintem nem csak a zene, hanem azért a tanárnak is nagy szerepe van abban, hogy bármennyire is néha nem nincs kedve az embernek leülni és csinálni, muszáj. És akkor a végén, mikor már olyan tudással rendelkezik, hogy könnyedén eljátszik bármilyen indulót, vagy olyan nehezebb művet, akkor azért szerintem belátják, hogy azért érdemes volt azt a nem tudom hány keresztes robot gyakorolni annak idején. Tehát megvan a visszacsatolás, a sikerélmény, egy. és akkor az, az, az Igen. hozzá. Hogyan kerültél a Győri Nemzeti Színházhoz? A Győri Nemzeti Színházban 2009-ben volt egy, egy próbajáték az akkori első harsonás helyére, és elmentem, megpróbáltam. Bár ekkor nem nyertem meg az állást, de felfigyeltek rám, és a kisegítőként alkalmaztak egészen, amíg itthon voltam 2012-ig. Aztán, mikor elvégeztem a Dresdai főiskolát, akkor jött egy megkeresés, egy, egy próbáljáték lehetőség, állás lehetőség, hogy így mondjam, mai szóval, vagy köznapi szóval, és megpróbáltam. Úgy gondoltam, hogy szeretném megpróbálni, mert azért csak magyar vagyok, közel van a családom, ugye én ácsról származom egyébként, és Megpróbáltam és felvettek, és nagyon örülök, ez már lassan tíz éve, 2014-ben kezdtem el dolgozni. Ott, úgyhogy. De közben még ugye a elég nagy sikerű és nagy nevű Friends Big Band is játszottál 2021-ig. 2021-ig így van, elég, elég nagy időszakot ölt fel ez az életembe. Ugye a 16-17 éveseknél jellemzően a rock, ami, meghatározza az életüket. Na nálam ez kimaradt, élete kicsit eltoródott, mert én a főiskola környéken ismerkedtem meg komolyabban ezekkel a rockzenei műfajokkal. Nálam ez a jazz volt, ahogy meséltem, a, a kazetták átmásolását, nagyon sok ilyen zenét hallgattam, és egyszer volt egy ilyen felkerés, hogy egy, egy big band hasonlást keres így győrbe, akkor még a Székesegyház mellett próbáltunk, vagy próbált a zenekar, és elmentem, nagyon tetszett, és azért szerelem volt, és az így meghatározta azt az időszakot. Igen, egyébként szerintem a big bandeket, meg az általuk adott koncerteket az is tudja szeretni, aki alapvetően más zenei stílus szeret, hiszen van egy olyan atmoszféra, meg egy olyan hangulat, ami, ami úgy magával ragadja az embert. Így van, így van. Úgy gondolom, hogy nem csak az idősebb korosztály, de még a fiatalabbakat is meg lehet szólítani ezekkel a zenékkel, mert tényleg ilyen táncos, van bennük lírai szám is, ilyen blues szám, ami úgy megérint az embert, hogy kicsit úgy visszaviszi az időben, hogy milyen volt akkor. Egy kis nosztalgia, és akkor beszélgessünk az általad szerelem projektnek nevezett Trio markátóról. Egyrészt, amikor a neveteket olvastam, az jutott eszembe, hogy itt biztos, hogy van valami kis háttérinformáció, hiszen ez egy nem egy átlagos név. Így van. A nevünk az egy olasz zenei kifejezés, a márkától hangsúlyt jelent, egy zenei hangsúlyt, illetve egy mozaik szó, mert hogy a tagjaink keresztnevéből áll össze, Oros Márton, Hegedűn, Buborék Károly, vagyis jó magam hasonlán, és Nyári Tamás, Zongorán. Közben működik az együttesünkben, és ebből lett a Már Kátó zenekar neve. Nagyon ötletes egyébként. Igen, kifejezetten. Ez nagyon tetszik, ez az a, ez a szóalkotás. Nem egy átlagos trió vagytok ilyen szempontból, hiszen én még nem találkoztam három ilyen hangszerrel egybe. Így van, nem egy szokványos, ahogy mondod. Ez egy régi barátságból alakult csapat, már a főiskolán, sőt már a konzinak a vége fele nagyon jobban voltunk, így hárman, és ö, egészen 2020 ig kellett várni, hogy ez így összeálljunk, mert ö, már korábban is voltak tervek, hogy hát jól együtt zenén, de hát mit? Mert ugye erre az összeállításra nem nagyon írtak ilyen zenét, és igazából semmilyen zenét, és ö, akkor kitaláltuk, hogy na, ha nem írtak, akkor mi majd áttérünk és írunk majd zenéket. Ki volt a mozgatórugó, az, aki azt mondta, hogy na most akkor megcsináljuk? Úgy gondolom, hogy, hogy én voltam. Volt egy, egy felépési lehetőség, egy ilyen családi rendezvény, egy születésnapon, és úgy gondoltam, hogy gyerekek, akkor itt a lehetőség, főbe kérnek, és próbáljuk meg. Menjünk el, gyakoroljunk, menjünk el. És uh, uh, egész jó sikerült az, az első debutálásunk. Uh, Sanzon, tánzenéket uh, uh, játszottunk, illetve játszunk ma is, filmzenéket, amit uh, egy-egybe le tudunk játszani, azok a komoly zenei triók, ahol a, a csellót a harsona helyettesíti, tehát hegedű cselló, zongora. És uh, az a célunk, hogy uh, művészi szinten, igényes szinten uh, ezeket a zenéket úgy átírjuk, hogy nem csak számunkra legyen érdekes, tehát nem csak lejátszuk a kottát, ahogy le van írva, tehát az hozzá kell nyúlni, hanem a, a, közönségnek is, aki hallgat minket, hogy, hogy na ilyet még nem hallott, vagy így még nem hallotta. Például egy, egy jazz standardnél nem swingbe játszunk el egy számot, hanem például bossanovában, vagy egyik leg, legjobban sikerült átiratunk, ez a Jamiloquai Virtual Insanity és a Bee Gees Stayin' alive-nak az összehozása. Egyébként azt majd, ha sikerül, akkor meghallgatják. Ennek egyébként nagyon nagy ö, ö, hagyománya van mostanában, vagy hát nem a hagyomány nagy, hanem mostanában vannak ezek a különböző stílusokból összemossák a, a Ilyen, számokat. Igen Igen, igen, Ilyen, igen, igen. Érdekesek tudnak lenni. És úgy, úgy érzed, hogy találkozott a közönség igényével a, a tizenétek. Igen, maximálisan úgy gondolom, mert azóta már volt több felépésünk is, és nagyon-nagyon figyeltek, érdekelte az embereket ez az ez öszállításunk, a mert tényleg volt benne, amit mindenki ismert, volt, be, volt benne, amit kevésbé ismert, de jó. De lehet, szó. hogy általatok ismerte meg. Így, akkor. így van, így van, így van. És amikor zenéket válogatunk, akkor általában. A Azért olyanokat válogatunk ki, amiket mi is szeretünk. Azt tudjátok szívből játszani, tulajdonképpen. Így van. van. Sting-től, ugye, tól néha-néha egy-egy híresebb operett is belekerül, hogy azért a közönséget is kiszolgáljuk. De te célunk az, hogy magunkat is fejlesszük, és, és hogy a közönséget kiszolgáljuk. Egyébként terveztek ilyen szintű dolgokat, hogy mondjuk albumkiadás, vagy ilyenben a mai világban már nem is kell gondolkodni, mert az albumok... nem gondolkozunk. Itt az idő szűke, ami, ami nekünk kicsit nehezebb összehozni a dolgot, de rajta vagyunk mindenképpen. Album kiadásán nem gondolkodtunk még, majd lesz egy koncertünk májusban a TT Kézműves Fesztiválon ahol már második alkalommal fogunk játszani, oda, fogunk, oda gyakorlunk már, úgyhogy ez úgy néz ki, hogy két hetente egyszer, valamikor kétszer is össze tudunk ülni, és akkor ez úgy van, hogy, hogy megbeszéljük, hogy milyen zenét szeretnénk megtanulni, azt akkor mindenki otthon kigyakorolja, vagy meghallgatja, vagy egy érdekes szólót ráír, vagy esetleg le, lehallgat, és amikor összejövünk, akkor kell, akkor van a műhely munka. Tehát, hogy mit lehet ebből kihozni, hogy ne legyen unalmas, ne hogy ugyanaz legyen mindig, hanem valami érdekes. Egyébként ez egy szintén nagyon érdekes téma, bár mondom én a zenével vakon vagyok, hogy képzavarral légyek, de szoktam olvasgatni, hogy régen ugye úgy próbáltak a zenészek, hogy meg volt beszélve, hogy délután 5 órakor itt találkozunk, ott volt mindenki, és akkor volt a próba. Ugye van ez a következő lépcsőfok, mondjuk, hogy otthon mindenki, és akkor, amikor találkozunk, és a, a nagyon nagy, mondjuk úgy, hogy világsztárok, akik már az egyik New Yorkba él, a másik meg Londonba, ugye neten tű, küldözgetik egymásnak az anyagot. Ö, számomra ez nagyon érdekes, hiszen azért ott ugye elveszik a személyes kontakt, meg mondjuk az a kémia se, tehát ö, sincs meg, talán nem. Igen, bár szerintem aki már annyira nagyon profi ott már, azért, hogyha már a koncerten találkoznak, vagy esetleg, esetleg előtte egy beálláson, akkor már ott már igazából az már megy. Hát biztos, tehát nem tudom, lehet, lehet hogy ők megtanulták azt is elrejteni, hogyha már nagyon nem szeretik egymást, mert az elé fordulni, de, de gondolom nálatok ez abszolút nem áll minden, tehát a barátság a, a Igen, összekötő eleme. A barátságból alakultunk. Fellépéseitek egyébként milyen gyakorisággal vannak? Tavaly a ezen a Kézműves Fesztiválon játszottunk Téten első alkalommal, ami nagyon jól sikerült, és ennek hatására felpétszen a Tájházban augusztus végén játszottunk egy ilyen zenés nyári esten, ami borkostolóval volt egybekötve. Hát az már fél Tehát az Így mindenképpen van. jó hangulatot generál. Így van, nagyon, nagyon jól sikerült az is, és uh, ugye most a következő projektünk, ez a második uh, Kézműves Fesztiválra való készülés, de szívesen veszük majd a felkéréseket, és nyára majd tervezünk több koncertet is. Milyen eseményeken tudjátok egyébként magatokat elképzelni? Tehát melyek lennének azok, amire azt mondod, hogy a trió ide igenis illik? Elsősorban úgy gondoljuk, hogy kulturális eseményekre, kiállítás mennyitókra, borkostolókra, esküvői ceremóniákra tudnánk magunkat elképzelni ahol tényleg nem csak aláfestő jellege, hanem azért koncentráltan is, tehát hogy az ember, ember odafigyeljen ránk. Hát ilyen kultúreseményekre tudnak magunkat. Egyébként a zenekar másik két tagja kollégát neked a Győri Nemzeti Színházba? Nem. Oros Márton a Moson Magyaróvári Zeneiskolának a Hegedű tanára. Nyári Tamás pedig a Liszt Ferenc Zeneiskola zongoratanára, illetve a Richter János Szakközépiskola zongora és korrepetitőra. Hát akkor három különböző helyről jöttök tulajdonképpen. Így van, így van. De most a Győri Nemzeti Színház, ami ugye neked a fő munkahelyed, ott milyen darabokba hallhat, vagy hallható jelenleg? Jelenleg a Valahol Európában című műzikelben hallhatnak, láthatnak engem a zenekarban majd ö, április környékén kezdjük el a Riviera Badorzói című műzikát próbálni, és ö, egyébként ö, operában és operetben is ö, benne van a zenekar. Jelenleg most nincsen ilyen projekt, de de nagyon szívesen játszunk olyat is. Csak egy gyors kérdés még a végére, mert ez nagyon érdekel, csak kicsit elsiklottam fölötte, ugye... Közösen próbáltok akkor ti a színészekkel? Igen, van egy fő próbahét, amikor a, a zenekar és a színészek együtt a színpadon próbálnak. Napi kétszer, van egy délőtti próba és egy esti. Tehát tulajdonképpen akkor ezt mind össze kell csiszolni, azért az egy elég kemény munka. Ez egy, egy hosszú folyamat, igen, először ugye a színészek külön ö, szövegösszeolvasó próba van, aztán a színpadon ö, próbálnak addig mi zenészek a, a, fönti teremben, a próbateremben próbálunk, és a, van egy úgynevezett ülőpróba, ánszámú próba, amikor ott vannak a, a kóristák, a, a, színészek, és akkor ott mozgás nélkül eljátszuk a zenei darabokat, és utána jön ez a fő próba amit említettem, és akkor ott annak a végén van a bemutató. Hát ez a kis kulisszott titkot egyébként tényleg mindenképpen tudni akartam, mert, mert érdekelt. Bár nem vagyok nagy színházba járó, de, de a műzikelet műzikeleket kifejezetten szeretem. Károly, nagyon szépen köszönöm, hogy megtiszteltél minket. További sok sikert kívánok mind a színházbeli munkáthoz, mind pedig a Trio Márkátó beli örömzenéléshez, szerelemprojekthez, és nagyon remélem, hogy a későbbiekben majd, hogyha aktuális lesz, akkor visszatérsz hozzánk. Köszönöm szépen, megkívás Levente. Kedves hallgatóinknak pedig köszönöm szépen a figyelmet, a viszonthallásra. Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal.